Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye a feladatom az, hogy az ukrajnai háború kapcsán kialakult, illetve alakulóban lévő és majd még alakuló kínai álláspontot és kínai viselkedést próbáljam megvilágítani, hogy ez miért van úgy, ahogy van, és miért nem is igazán lehet olyan nagyon másképpen, mint ahogy van. De amikor maga februárban elindult maga a háború, az első pillanattól kezdve a nemzetközi politika fő szereplői a fejüket Peking felé fordították, mert óriási jelentősége volt annak, hogy ebben a szituációban mi lesz Pekingnek az álláspontja, hogyan fog viselkedni. Ráadásul ugye nem sokkal azelőtt járt Vladimir Putin Pekingbe a téli olimpia megnyitóján, és hát a szokásoknak megfelelően nyilvánvalóan semmit sem tudtunk arról, hogy miről beszéltek. Ezért szintén a szokásoknak megfelelően ugye nemzetközi médiában elindult egy történetnek a felépítése, ami valószínűleg nem volt igaz, de nagyon jól működött a történet, mely szerint ugye Vladimir Putin tájékoztatta volna előre a kínaiakat arról, hogy ő szándékozik Ukrajnát megtámadni, mire a kínaiak azt kérték volna, hogy ez semmiképpen ne a téli olimpia ideje történjen meg, mert a téli olimpia nekünk nagyon fontos, ez szerintem egyébként megbanális maga az egész történet, valószínű sítem is, hogy azért találhatták ki, mert egy olyan a közember számára olyan könnyen befogadható, jól hangzó valami, de úgy Isten igazából azt hiszem, hogy nyilvánvalóan az amerikai szakértők is, akik értenek nagyon a kínai politika, az ők is jókat erülhettek magukba otthon, amikor, mert ugye hát nyilvánvalóan nem így működik a kínai politika. Ennél nagyobb probléma volt ugye az, hogy és igazából ez az, ami megfejtésre vár, és ez az, ami a kulcs kérdése az egésznek, hogy az elmúlt 10 évben a Kínai Népköztársaság és Oroszország között egy hát nagyon ritkán látott közeli baráti kapcsolat alakult ki, és ebben a közeli baráti kapcsolatban vágott bele egy olyan történet, ami nyilvánvalóan, aki így a kínai külpolitika vagy a nemzetközi térben való mozgás szabályait, maguk számára felállított szabályait ismeri, hát nem passzol bele ugye ennek a háborúnak a támogatása vagy elismerése, hiszen a kínai külpolitika ugye a békés egymás mellett élés 5 alapelvén van. És a kezdettől egyébként a kínaiak ugye ki is nyilvánították, hogy ők semmiféle szuverenitás sértésen, területi integritás semmiféle megsértését, annak a egyoldalú megváltoztatását sem tudják. Tehát ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Ez nem új dolog, hiszen 2014-ben, amikor a Krímet annektálta Oroszország, akkor pontosan ugyanerre az álláspontra helyezkedett a Kínai Népköztársaság, ám szemben láthatóan nem túl sok következménye volt a nemzetközi politikára nézve az ő álláspontjuknak, ami azt jelentette, hogy bár nem fogadták el ezt a dolgot, ugyanúgy tulajdonképpen együttműködtek a Oroszországgal, és minden ment tovább, mintha mi sem történt volna. Elmondták, hogy ez nem szép dolog, és minden ment tovább, mintha mi sem történt volna. Nem teljesen volt így, csak igazából messziről nézve látszódott ez ilyennek, hiszen állandóan, vagy hát persze a dolog jelentőségének megfelelően, akik így a
nagy nemzetközi mozgásokat nézik, azok nyilvánvalóan nem nagyon szokták egészen a mostani háború kitöréséig alaposan vizsgálni, hogy milyen volt a kínai-ukrán viszony. És hogyha ezt is megnézzük, akkor látjuk, hogy azért nagyon is voltak hétköznapi problémák ebbe a szituációban, nagyon is voltak olyan problémák, amiket diplomáciai úton is, és ugye a gazdaság különböző szereplőinek az útján is meg kellett oldani ebbe a viszonyrendszerbe. Ugye az első és legfontosabb az, hogy mindig mondják, tehát a kínai politikának a nyelvét az nagyon nehéz megérteni, de az egy nagyon, nagyon konzekvens nyelv, tehát ők nagyon vannak kifejezéseik, amelyeket definiálnak és állandóan azt használják. Ez ugye a külső szemlélő számára igazából inkább egy ilyen fűrészporszerű ismételkedése bizonyos dolgoknak, de mégiscsak van jelentősége, amikor jelentősége van. Hát ők ugye mindig az Oroszországgal való kapcsolatra azt mondták, hogy ez egy stratégiai partnerség. A stratégiai partnerségnek ezt azért kellett kitalálni, mert szintén a kínai külpolitika alap elvei közé tartozik, hogy Kína nem köt szövetség, nem köt olyan értelmű katonai szövetséget, mint amilyen értelmű katonai szövetség mondjuk a NATO, vagy amilyenek voltak még egyébként próbálkozásképpen az ázsiai kontinensen korábban. Na most, hogyha nem szövetség, akkor mi? Hát akkor van ugye ez a stratégiai partnerség. A stratégiai partnerség egyébként rendkívüli módon különbözik a szövetségtől, tehát nem integrálnak semmilyen elemeket, hanem csak együttműködések vannak, majd a Lajos nyilván itt fog erről beszélni. Igen ám, de azt meg szintén nem figyeltük menet közben, de ez így van, hogy nem csak Oroszország volt stratégiai partnere Kínának, meg Ukrajna is stratégiai partnere volt Kínának. És ugye ennek van jelentősége, elvi jelentősége is, hát gyakorlati jelentősége meg borzasztó sok, mert a kínai-ukrán kapcsolatok az egy meglehetősen intenzív, nagyon erőteljes gazdasági tartalommal is bíró kapcsolat volt. Ráadásul tényleg stratégiai tartalma és stratégiai értelme is volt. Ugye hát a kínai hadsereg számára egy nagyon fontos forrás volt a hirtelen létrejött, a Szovjetunió szétesése után hirtelen létrejött ukrán hadipar, amelyikkel Ukrajna sokáig ugye nem is nagyon tudott maga mit kezdeni, hiszen létrejött neki egy hadipar, amelynek ugye eredendően ez egyetlen fogyasztója a szovjet hadsereg volt, amely megint egy ilyen átalakulási folyamaton ment keresztül. Minden esetre ott például ugye a hadi hajóépítőipar az szinte kizárólag Ukrajnában, tehát a Fekete-tengeri partvidéken volt, de ugye ott volt ez a bizonyos Motor Szics nevű vállalat, ami az egyik ilyen égköve volt a szovjet hadiparnak, amely mindenféle katonai eszközökbe gyárt motorokat, a repülőtől, a hajón, tenger alatt járó, mind motorokat, és úgy mellékesen még gyártanak helikoptereket, szállító repülőgépeket, stb. És egyrészt ugye vevő nélkül, vagy korlátozott vevővel rendelkeztek, másrészt ugye nem is nagyon, tehát egyszerűen szétesett egy rendszer, amelynek az elemei ott maradtak, és azzal kellett volna valamit kezdeni. Most a kínaiak számára ugye ez egy nagyon vonzó hely. Ez egy nagyon vonzó terület volt, úgyhogy ott egy nagyon erőteljes ilyen jellegű kapcsolat alakult ki. Ez az egyik. A másik, hát amiről most ugye minden nap olvasunk, hogy mekkora probléma az, hogy nem tudják kihozni a gabonát Ukrajnából. Ugye
ennek a másik oldala, hogy hova szokták vinni ezt a gabonát, hogyha sikerül, amikor sikerül kihozni Ukrajnából. Hát ugye nagyon sokat Kínát. Kína egy nagy felvásárlója volt az ukrán gabonának, tehát például a kínai kukorica behozatalnak a 80%-a az Ukrajnából származik. Annyira, hogy ugye a kínaiak általában, a kínai gondolkodás általában, hogyha valahova oda mennek, azonnal infrastruktúrában kezdenek el gondolkodni. Ez otthon is így van, ez külföldön is így van. Tehát ők az elmúlt időszakban, például ugye a mariupoli kikötőben megháromszorozták az átmenő forgalom lehetőségét, pusztán azért, hogy az ő számukra gabonát tudjanak szállítani. Ugye, ezek azért nagyon komoly érdekeltségek. Nem hasonlíthatók az oroszországi érdekeltségekhez. Ez biztos, hogy így van. Nem hasonlíthatók ehhez mármint volumenben. De nagyon komoly érdekeltségek, amikről szó van, és nyilvánvalóan a kínai népközösség nem kívánja feladni, vagy nem szerette volna, és nem is szeretné feladni ezeket az együttműködéseket, ezeket a lehetőségeket, ebben óriási pénzek vannak már belefektetve. Tehát tehát nem ilyen egyszerű, hogy most akkor kit szeretünk, az oroszokat szeretjük, vagy az ukránok, mint amit azt mi könnyen itt el tudjuk képzelni, amikor olvassuk az Indexet, vagy a 24-hút, akkor, hogy persze, mert nem demokrata, hanem autoriter, ugye? Tehát ennél lényegesen bonyolultabb ez a dolog. Ugyanakkor ugye az orosz kapcsolat az valóban egy rendkívül, hát egyrészt ugye Oroszország a szomszédja a kínai köztársaságnak, ott van, ahol van, és ez nem nagyon fog változni, és hát óriási fejlődött az elmúlt 20 évben, vagy 30 évben ez a kapcsolat, elsősorban ugye azzal, hogy az energetikai kapcsolatokat létrehozták, amik korábban nem voltak. Ugye nagyon sokáig a 90-es évek eleje, közepéig Kína nem volt nettó importőr, hanem több energia importáltak, de több energiát termeltek, mint amennyi nekik kellett. Tehát inkább csak a praktikum szempontjából volt az import és exportáltak is. Ugye amikor ez a dolog megfordult, és ugye nettó importőré váltak, akkor óriási jelentősége lett annak, hogy hát Oroszországból lehetne ugye gázt is, kőolajat is hozni. Na most a legközelebbi mezők, amelyek, ami nem hogy fel volt tárva, hanem ahol folyt kitermelés, azok borzasztó messze voltak. Ugye ezek a Jamáli, ez a nyugat, észak-nyugat-szibériai jámádi mezők, ezek vannak kőolaj szempontjából a legközelebb. A földgáz az valamivel egyszerű, mert ugye Jakutiában az már viszonylag közel van, mert ott azért nagyon nagy távolságok vannak, ugye, tehát ami a térképen közelinek látszik, az is általában borzasztó messze tud lenni. Tehát a Jakutiában vannak vissza, tehát az van legközelebb, ami lehetett, de ugye nem volt semmilyen kapcsolat, tehát az nem úgy van, hogy nem úgy van, hogy ott van, és akkor oda visszük, mert tehát se vasút, se vezeték, se semmi nem volt. És ráadásul, tehát ez egy nagyon érdekes periódus volt, amikor még a nyugat nem fordult szembe a Oroszországgal, amikor még a Putyint is egy ilyen baráti figurára, amikor még ugye G8-ról beszéltek. Abban az időben már ugye a kínaiak ott kísértettek Moszkvába, hogy valamit kellene itt csinálni ezen a területen, tehát mi nagyon szívesen. És ráadásul nem is voltak egyedül,
mert ugye ez japán és dél-koreai érdekeltség is lett volna, hogy a kőolajat, illetve a földgázt is eljuttatni oda a távol-keleti térségbe. Ugye ez két fejlett ország, amelyik szintén lényegében energiahordozó nélkül sikerül ilyen fejlett országnak lenni, amilyen fejlett. És az oroszok nagyon vonakodtak, nagyon ellenálltak abban az időben. Ugye a koncepció az volt, hogy Oroszország az egy európai ország. És nekünk az európaiakkal van alapvetően dolgunk. Ugye maga az egész energetikai infrastruktúra úgy volt kiépítve, hogy európai eladásra, Európa irányába volt az egész felépítve, és nem tűnt úgy, hogy nagyon szeretnének a távol-keleti üzletet. Ráadásul a Szovjetunió felbomlása után ugye fellazultak ott a belső viszonyok, szabadon lehetett költözni az országba, mindenki oda költözött, ahova akart, megszűntek ezek a régi kötöttségek, és ugye a fél távol-kelet átköltözött az európai Oroszországba, és gyakorlatilag így ott hagyták. Tehát bizonyos érdekeltségek voltak, mert itt tudom én, a Vladivostokban ott voltam, ugye a flottának a kikötője, azzal így foglalkoztak, de igazából az orosz politika egy bizonyos időre magára hagyta ezt a távol-keleti térséget. De ez már egybeesett ugye a kínai fejlődéssel, a kínai felemelkedéssel, és hát ott Kínában meg csak születtek, egyre másra születtek a különböző elképzelések, egyrészt ezek az energetikaiak is, de más egyéb ilyen infrastruktúra fejlesztési kérdések, ugye ez a Kína, ez a Dongbei, észak-keletnek hívják ugye a kínaiak ezt a három tartományt, amelyik ott közvetlen Oroszország közelében van. Ez valamikor ugye ez volt a szocialista nehéziparnak az igazi központja a kínai népköztársaságban, és úgy nagyjából a 90-es években ez volt az, ami lefeküdt, és ami a legtöbb belső feszültséget, problémát okozta a kínaiaknak, ugye gyárakat kellett leállítani, átmenetileg meglehetősen nagy lett a munkanélküliség, stb. Miközben ugye a folyó túlsó oldalán Oroszországon meg ember sem volt, és ezek pedig mentek volna, és láttak volna a lehetőségeket. Én voltam olyan konferencián abban az időben, ahol egészen komplett, tehát ott az egyik tartományi kormányzó teljesen komplett ilyen infrastruktúrális terveket vázolt fel, hogy hogyan kötik össze a kínai vasútvonalakat az orosszal, hol fognak építeni ott a Primorje területen mélytengeri kikötőket, ugye az nagyon vonzotta őket, mindig ismer, hogy nem fagy be ott a tenger, de hát onnan ott nagyon szépen ki lehet jutni, és akkor még ugye később jött ez, hogy esetleg az északi útvonalat is meg lehet hajózásra nyitni, mert hogy olvad el az északi sarkon a jég, és hát az aztán ugye, hogyha ez a folyamat tartósodik, akkor ugye a kínai infrastruktúrális szemlélet számára maga a Kánmán, hiszen ugye ott egy olyan út nyílik meg, ahol alig vannak kikötők, és azokat a kikötőket is legfeljebb csak tengeri úton lehet elérni, tehát a szárazföldi kapcsolatai nincsenek meg ezeknek a kikötőknek, tehát kikötőket kell építeni, a kikötőkhöz utakat, vasutakat, olajvezetékeket, kommunikációs hálózatokat, stb. Tehát gyakorlatilag egy olyan területnek az infrastruktúrára kiépítéséről lehet szó itt az elkövetkezendő 50 évben mondjuk, ahol egyáltalán nincsen semmi jelen pillanatban.
Tehát ez, a, ez az igazi Kahneman egy infrastruktúra fejlesztőnek. Most ez a jövőre nézvést ugye ott van előttünk. Jelen pillanatban is hajózzák egyébként ezt a területet már. Ugye nagyon sokszor jégtörőkkel tudnak elmenni a tankerek, de megnéztem, hogy az idén januárban, tehát egy hónap alatt 176 tanker mentett Tianjinből valamelyik orosz kikötőnek. 176, azért az nem semmi. Ugye? És ugye nem tudjuk, de hogyha valóban az a tendencia, hogy jól van a jég, és belátható egy-két évtizeden belül jégtörés nélkül lehetne hajózni ezt a területet, ugye az egy nagyon nagy változásokat okozza az egész világ számára, és a kínaiak ebben nagyon nagy érdekeltségeket látnak. Na ugye menet közben persze aztán végül megépült, miután a Putyin ilyen párjává vált, és így Oroszország ilyen párjává vált a nyugat szemébe, akkor utána sokkal könnyebben lehetett velük egyezkedni, és ugye megépítették ezt a onnan a Jamal vidékről egész ki a Nahotkáig, tehát ki a tengerpartig a vezetéket, és ennek a vezetéknek van egy leágazása, ami lejön a Kínai Népköztársaságból, ugye a hagyományos olaj központja, ez a Daqing, ez is ott van ebben az északkeleti régióban, és hát most is építik a gázvezetéket. Ugye a gázvezetéket, hogyha teljes egészében kész lesz, akkor 11 ez a Jakutföldről jön, de az a része meg is van építve, tehát Kínában van már a gázvezeték, de építik tovább, az 11 tartományt fog gázzal ellátni. 11 kínai tartományt fog gázzal ellátni, hogyha teljesen felépítik. Tehát ez csak azért mondom, hogy az látszódik, hogy van kockázat. Van kockázat abban, hogy mit mondanak itt a háború kapcsán, és milyen magatartást tanúsítanak. Ukrán kockázat is, orosz kockázat is van benne, és akkor még ugye a nagy nemzetközi kockázatokat nem is gondoltuk végig. Mi nem gondoltuk végig, de ő ugye, tehát minden szereplő, aki benne van ebben a játszmában, végig gondolja. Tehát például most már kezd kiderülni, ugye rengeteg kínai vállalat kijött Oroszországból, mióta a háború zajlik, és azt állítják, hogy egyáltalán semmilyen központi direktíva nem volt, hanem ezek a vállalatok a saját maguk költséghaszon elemzései alapján jöttek ki. Tehát elsősorban azokról a vállalatokról van szó, amelyek nemzetközi, tehát a világ más részein is tevékenykednek, és rá vannak szorulva bizonyos olyan termékekre, amelyeket biztosan csak nyugatról tudnak beszerezni, és ugye óriási kockázat a vállalat számára, hogyha azt nem tudja beszerezni, akkor ugye ezt láttuk, amikor a Trump-féle intézkedésnél az ATL nevű vállalatot overnight, egyik napról a másikra lefektették, ugye, tehát ezt minden kínai pontosan tudja, hogy ebben ilyen kockázat van, tehát akik ilyen félvezető, chip, ilyen ügyekbe utaznak, azok igyekeznek. Amellett, hogy ugye a kínai kormány egyébként folyamatosan elítéli a szankció politikát, hogy a szankciók azok ugye szétszakadják az értékláncokat, tehát így nem lehet. Ez mindenkinek rossz, ugye ez az ő érvelésük, egy ilyen szintiszta gazdaságinak tűnő érvelés, de ennek ellenére maguk a vállalatok igyekeznek mégis megfelelni a szankciós politikának, mert ugye a saját bizniszük megy tönkre, hogyha nem felelnek meg a szankciós politikának. Na most, tehát ez körülbelül a szituáció. A másik, van egy másik, egy külpolitikai oldala is a dolognak, nevezetesen az, hogy ez a nagy orosz-kínai barátság, ugye mindenki vissza tud rá emlékezni, hogy azért ez nem igazán volt jellemző az idők során.
És hogyha az egész közös történelmét a két nációnak végig gondoljuk, hát tulajdonképpen nagyon-nagyon rövid idők voltak azok, amikor azt lehetett mondani, hogy jó a kapcsolat. Ugye 1949-ig egyetlen percig sem volt jó a kapcsolat, akkor 49-ben úgy gondolták, hogy ez lesz a jövő, ez a kapcsolat, és ez egy olyan 7-8 évig kisebb konfliktusokkal működött is, aztán megint nem működött, ugye, akkor megint szakítás volt. És ugye egy viszonylag korrekt viszony alakult ki a 80-as évek végén, legvégén, tehát a Gorbacsov éra igazából, amikor elkezdődött, egy ilyen viszonylag korrekt viszony alakult ki, de mondjuk a nagy barátságnak ezt nem lehetett nevezni. Ráadásul ugye a kínai kommunista vezetők meggyőződése volt, hogy a gorbacsovi politikának volt köszönhető a Szovjetunió szétesése, és ez volt az a politika, amiről ők úgy gondolták, hogy na ez az, amit nem szabad csinálni, akkor, mert akkor dezintegrálódni fog ugye a kínai köztársaság is. És igazából ebben a Xi Jinping időszakban lett egy ilyen nagyon-nagyon közeli kapcsolat a két ország között. De hogyha most belegondolunk abba, hogy akik csinálják effektíve a külpolitikát, tehát ugye ez nyilván egy nagy szám Kínában, akik külpolitikával foglalkozik, ezeknek az embereknek a nagy része élete nagy részében azzal foglalkozott, hogy azon dolgozott, hogy milyen rossz ez a viszony a két ország között. És igazából csak a legújabb generáció az, amelyiknek már az együttműködés a szoros kapcsolaton kellett dolgozni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az orosz ellenesség a kínai gondolkodásban, vagy az oroszoktól való félelem, ugye ahogy a Deng Xiaoping fogalmazott, hogy az egyetlen stratégiai fenyegetés ránk nézve az Oroszország. Az, hogy a Kínában a baj mindig északról jött, akkor is már, amikor még oroszok nem is voltak, akkor is északról fenyegetett mindig a baj. Ez nagyon benne van az emberek gondolkodásában. És természetesen az elmúlt 10 évben azért nagyon hatékonyan tudnak az emberek gondolkodásába ezt az belerakni. Az elmúlt 10 évben nagyon erősen belerakták ezt is, hogy most mi az oroszokkal barátok vagyunk, hiszen az új éra, amiről ugye Xi Jinping beszél, amióta hatalomra került, az új éra az alapvetően arról szól, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal kell megküzdeni, nem is a vezető helyér, vagy az első helyér, hanem hogy mi növekedhessünk tovább, úgy, mint ahogy eddig növekedtünk. És ugye ebben az amerikaiak is sokat tettek annak érdekében, hogy ez nagyon jól beleüljön a kínai közgondolkodásba, hogy az amerikai politikának az elsődleges célja, hogy megállítsa a mi növekedésünket, hogy megakadályozza azt, hogy mi ugyanebben az ütemben növekedni tudjunk, mint amilyen ütemben az elmúlt 30 évben vagy 40 évben növekedtünk. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az oroszok iránti érzelmek területén a kínaiakban tehát legalább két hagyományt lehet ilyen értelemben találni, és ahhoz, hogy én rendes, tisztességes kínai nacionalista legyek, az akkor is megy, ha az oroszoknak szurkolok, és akkor is megy, ha az oroszok ellen szurkolok, tehát hogyha az ukránoknak szurkolok. Már a háború kezdete után megjelent egy kínai professzornak, aki nagyon sokszor szokott ilyen nemzetközi kérdésekben nyilatkozni, tehát nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy csak az írói munkásságának a része az, amit mond, tehát szoros kapcsolatban van a hivatalossággal, de mégsem az.
Még írt egy elemzést arról, hogy most akkor hogyan alakul a kínai álláspont ő szerinte ebben a háborúban. Ebben nagyon sok érdekes dolog volt ebben az írásban, többek között az, hogy ő írta le, tehát a kínai professzor írta le azt, hogy a kínai közvélemény teljesen megosztott a háború kérdésében. Tehát a kínai emberek, a hétköznapi emberek egy jó fele az oroszoknak szurkol, egy jó fele pedig az ukránoknak szurkol. Hogy ezt figyelembe kell vennie, figyelembe kell vennie a vezetésnek. Tehát nem egyértelmű az álláspont. Ráadásul ugye a vezetés ezzel, hogy kialakította ezt a semleges irányt, amit ők mind, tehát semlegesnek is hívnak, nem csak a külső értékelés teszi semlegessé, hanem is segít igazából a közvéleménynek abban, hogy kinek kellene szurkolni. Tehát a központi álláspont fenntartja ezt a megosztottságot. Ez egy elég szokatlan jelenség egyébként a kínai világban. Nem nagyon szoktak ilyen dolgokat rábízni az emberekre, hogy ezeket ők alakítsák ki az álláspontjukat ilyen kérdésekben, szoktak jobban segíteni, mint most. Ugye magának a központi döntésnek igazából az lett a nehézsége, és ez szerintem igazából ez volt az érdekes kérdés a dolgok alakulására nézve, hogy az eredeti gondolat szerintem ugyanaz volt, mint a 2014-es, hogy elvileg mi el fogjuk ítélni nem az oroszokat, hanem a területi integritásnak a megsértését, a szuverenitásnak, a másiknak, az ügyeibe való beavatkozásnak a megsértését, és gyakorlatilag pedig megpróbáljuk folytatni a dolgokat úgy, ahogy addig voltak. De ugye a háború nem hatnapos háború lett, hanem ugye ez egy elhúzó, és szemmel láthatóan olyan nagyon befejezni nem is akaródzó hosszú-hosszú háború, amelyben az álláspontokat hosszú-hosszú ideig kell fenntartani, ami egész más következményekkel jár, mint hogyha egy-két hétig kellett volna egy-egy álláspontot fenntartani, és aztán el lehet hallgatni. És a kérdés az volt, hogy na akkor így mi lesz a kínai álláspont? És most jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen tartósodott ez a semleges álláspont. Tartósodott. Nyilvánvalóan a kínaiak minden olyan kapcsolat fenntartását megpróbálják az oroszokkal, ami nem okoz nekik kárt, ami nem megy bele a, mondjuk a szankciókba, de ennyi, ennél több nincs. Már persze mindenféle elmélet van, hogy majd hogy lesz ezek után, ugye itt nagyon függ attól is, hogy azt gondolom, hogy az energetika is, meg a pénzügyi kérdések is a megfontolások középpontjában vannak, és egy nagyon fontos a jövőre nézve az, hogy hogyan fog ez alakulni az egész világon, illetve Európában, tehát hogy mi lesz akkor, hogyha Európa valóban le tud, vagy leválasztja magát az orosz energetikai forrásokról, és teljes egészében az arab és az északi tengeri forrásokra fog támaszkodni. Tulajdonképpen ugye elképzelhető egy ilyen forráscsere is, hiszen a kínaiak, a japánok, a dél-koreaiak támaszkodtak eddig alapvetően ugye az arab olajra, és akkor tulajdonképpen mehet az Európába, és majd ők veszik meg az oroszokét, de hát ugye az nagyon nagy fejlesztéseket igényel, még sokkal, meg ez egy ilyen találgatás. Tehát az biztos, hogy ők ezeket monitorozzák elsősorban, ezeket a problémákat, a pénzügyi, hogy mi van a SWIFT rendszer, nekik is van egy ilyen
rendszerük, ami nem túl vitális, tehát nem működik túl jól, de hogyha nagyobb országok lesznek hosszú ideig rászorulva erre a rendszerre, akkor az ugye megint egy másik szituációt jelent. Tehát, hogy ők ezeket monitoroznak, és úgy néz ki, hogy egyébként magukat egyelőre rajta tartják ezen a semleges pályán. És úgy, ráadásul a kínai külpolitikának, a külpolitikai iparnak az a természete, hogyha tartósan rajta tartja magát valamit, akkor azon dolgoznak. És akkor annak kialakulnak az elvei, az intézményei, könyvek tömegét fogják írni erről a semleges irányról, tehát ott meg fog teremtődni ennek mind a szellemi, mindenféle feltétel. Ugye éppen ma jelent meg a Qubit nevű websájton egy cikke az SBRO Zolinak, aki egy orosz ilyen fizetős websájtról vette át az anyagot, egy kínai kutatócsoportnak a Oroszországról szóló elemzését ismerteti, és az kifejezetten ez a tradicionális orosz ellenes megfontolásokon alapuló, de egyébként a mai szituációt elemző álláspontot közöl, aminek tényleg az a lényege, hogy Oroszországot ott kell hagyni a fenébe, mert úgyis szétesik majd magától, mert nem képes fejlődni, gyenge, ilyen, olyan, mert amolyan. Más kérdés, hogy milyen következtetéseket von le a szerző aztán ebből az álláspontból, de el lehet képzelni, és ugye azt pontosan tudjuk, hogy hogy a kínai politikát minden ügyben, amikor csinálják, ők nagyon szélesen elemeztetik a maguk egyébként hatalmas intézmény rendszerével. Minden egyes verziót elemeztetnek, mielőtt ugye a döntéseket meghoznak. Tehát nagyon is elképzelhető, hogy ilyen álláspontok is vannak. Még egy dolgot mondanék, és akkor átadnám a szót a Lajosnak, hogy egy dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy Kínában pártkongresszus lesz az ősszel. És a pártkongresszus, ugye maga a párt, én is tudósítottam végig pártkongresszus, kevéssé izgalmas ügyek ezek, de a pártkongresszus mégis az, amelyik eldönti személyi kérdésekben is, és ennek következtében a politikai irányvonal kérdésében is, az, hogy mi fog történni az elkövetkezendő 5 évben. Hogyha visszagondolunk az elmúlt 30 évre, pártkongresszusok alapján tudjuk, és a személyi vezetések alapján tudjuk igazából megkülönböztetni egymástól a országokat. Most ugye az a helyzet, hogy már 10 éve van hatalmon Xi Jinping, a belső szabályok szerint valójában neki át kellene adni a hatalmat, de egyrészt nem is olyan öreg, másrészt pedig ugye minden arra utal, hogy talán nem fogja átadni a hatalmat, mert azt fogják mondani, hogy annyira érzékeny és annyira nehéz helyzetben van a kívül népköztársaság, hogy az érdekei azt kívánják, hogy most egy ilyen tartós vezetés alakuljon ki. Ugyanakkor persze mindenféle hírek is keringenek arról, hogy azért nem mindenki felhőtlenül boldog ettől a lehetőségtől a kínai pártvezetésen belül. Egy csomó kérdésben feszíti őket az ellentmondás, ugye itt a Covid kezelésén körül óriási viták alakultak ki, főképpen mert a Covid nagyon rossz hatással van a gazdaságra az utolsó évben, a jelenetben mostaniban. Ugyanígy ez az orosz háború, látjuk, hogy megosztottság van. Tehát
tehát hogy mi nem is látjuk kínai politikák az a természet, de hogy mi nem látjuk azt, hogy ők gyilkolják egymást, hogy ők hogy különböző csoportok, emberek, hogy helyezkednek, stb. Ezt ők nagyon jól el tudják takarni, de ez van. És ez jelen pillanatban, tehát ezekben az években, amikor pártkongresszus van, az azt megelőző egy-másfél évben, ez nagyon intenzív és nagyon nagy befolyással tud lenni az egyes döntésekre. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a meglepetések, ugye általában a kínai vezetés nem a meglepetések vezetése. De a viszonylagos, a meglepetések viszonylagos lehetőségének az időszaka az mindig ez. Tehát itt van még egy olyan probléma, ami szintén befolyásolhatja majd hosszabb távon is a Kínai Népköztársaság álláspontját. Bár mondom, tehát az elemzők, akik vizsgálják a kínai belső politikát, most azért arra hajlanak, hogy valószínűleg maradni fog ez az ember, és akkor egyrészt tartós lesz a semleges álláspont, de erős orosz pártisággal. Aztán kollégám, akkor folytatnám a biztonságpolitikai, illetve annak a katonai eleme, és hát nem annyira a kínai-orosz viszony, hanem a másik fontos relációban kínai-amerikai viszonylatról ejtenék néhány szót, és a társaság profiljához igazokkal, tehát megkockáztatni, meg már megjegyzés Magyarország külpolitikájának is, a keleti nyitás tükrében, és hogy néz ki a, milyen veszélyek vannak most a jelenlegi válságos helyzetben a kínai kapcsolat. Tehát egy ilyen kockázati és stratégiai megközelítésben. A fogalmi kereteket illetően egy nagyon rövid bevezetés jegyében két dolgot szeretnék megemlíteni. Most május 26-án tartottam egy előadást Najma János Egyetemnek van egy Eurázsia kutató intézete, amit a Matolcsiék finanszíroznak, és ők tartottak egy konferenciát Eurázsia hajnala címmel. Hát ugye mindjárt közbeletem zárójelben, hogy Eurázsia hajnala az az atlanti térségnek az alkonya egyben, vagy lenne, és erre utalt az előadások címe is, hogy a magyar dilemma atlantizmus vagy eurázsianizmus. Itt az atlantizmus nem nagyon kell magyarázni, az eurázsianizmus most, amikor készülgettem és nézegettem az anyagaimat erre a kis expozéra, akkor találtam egy 2000-ben született előadásomnak a részleteit, amit a HM Tudományszervezési Tanács rendezvényét tartottam. Ugye 2000-ben egy éve voltunk NATO tagok, ez a NATO tagságunk kapcsán született, amikor a magyar honvédségen, illetve a HM-en belül is elég nagy tanácstalanság volt, hogy most akkor mi legyen, NATO tagok vagyunk, de hát azért az oroszok, a kínaiak is egyre fontosabbak lennének, és őket úgy hanyagultuk, és akkor most hogy lehet-e egyáltalán ezeket a kapcsolatokat újraépíteni, vagy pedig, vagy szabad-e NATO tagként. És akkor itt ebben az előadásban arra próbáltam rámutatni 2000-ben, akkor még nem voltam sikorúzus, akkor már túl voltam egy kínai cikluson, egy katonai atasségi 4 éves kiküldetésen, de sikorúzus az igazából a második kiküldetés után lettem, akkor fogadtak be a kínakutatók, de minden esetre már ugye vakolkozott részem a császár, tehát egy pár okos gondolatot elereztettem.
és arra próbáltam rámutatni, hogy igen, most már NATO tagok vagyunk, de ezzel nem ért véget a történelem, és ugyanúgy NATO tagként is kell, hogy legyen a keleti stratégiánk is, csak ezt össze kell egyeztetni, hát ilyen szép idealisztikus, ahogy akkor gondoltam, és arra mutattam rá, hogy igen, tehát ezt össze lehet egyeztetni a NATO tagságunkat és a kelet felé fordulásunkat, mert ennek vannak hagyományai és vannak kétségkívül előnyei is van, lehetnek, de ugyanakkor rámutattam azokra a kockázatokra is, hogy itt lehet hibázni. Akkor volt, ugye emlékszünk rá, hogy az osztrákoknál a Szabadságpárt bekerült a kormányba, és az Európai Unió tagállamai nem kollektíve, hanem egyenként, de nagyon morcik voltak, és a diplomáciai rendezvényekről kiutálták az osztrákokat, és az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában pedig megjelent egy olyan kihívás vagy fenyegetés, hogy egy vagy több szövetséges elvesztése. Tehát én a NATO tagságunk után egy évvel leírtam azt, hogy a integrációs intézményekben nem csak bekerülni lehet, hanem ki is lehet onnan kerülni, és ezért nagyon, nagyon óvatosan kell válni ezekkel a dolgokkal. És itt már szóba használtam ezeket a szavakat, azt, hogy eurázsianizmus azt nem, de Eurázsia központú geostratégiák azért előjöttek. Emlékszünk rá, hogy egy évvel előtte, 99-ben a Zrezinski megírta azt a cikkét a Eurázsiáról a Foreign Affairs-ben, amiben felvázolta egy Eurázsia központú geostratégiának az alapjait, aminek a lényege az lett volna, hogy amerikai vezetés alatt egy transzkontinentális vagy interkontinentális biztonsági rendszer, ami hát egy nagyon szép utódia volt, de azóta se jött be, de minden esetre ez az amerikai típusú eurázsianizmus, vagy Eurázsia központú stratégia volt a kiinduló pontja a 90-es évek elején a Szovjetunió bukásával egy időben megszületett orosz ihletésű Eurázsia stratégiáknak, vagy az úgynevezett új eurázsianizmusnak, ami ugye a Dugin nevű orosz ideológus nevéhez fűződik, és ez az új eurázsianizmus, ez az atlantizmusnak és az atlantista központú eurázsia stratégiának, tehát az amerikai vezetésű egypólusú világrendnek a szöges ellentéte, és annak mint egy a kihívója, és ennek pedig a központi eleme, a forgástengelye, amit tetszik, az orosz-kínai együttműködés. Akkor már, és ez volt tehát ez az eurázsista stratégia, ez már bevett szófordulat volt az orosz gondolkodó katonai és biztonságpolitikusoknak a szótárában, és ezt használták a pucsisták is, a szerintük atlantista Gorbacsov ellen érvként, hogy ez azért így tűrhetetlen, de akkor már világos volt, hogy a Oroszország a maga nagyságában, a régi nagyságában nem tud tündökölni, tehát ehhez feltétlenül kell Kína is, és ez az új eurázsianizmus, ami ma is egy élő, és a orosz doktrinának, ugye ezt a Putyin agyának hívják, ezt a Alexandr Dugint, ez ma is nagy mértékben befolyásolja az orosz gondolkodást, és a kínai megfelelője az pedig a multipoláris világ elmélete, hogy több pólus van, és hát a kínaiak szerint Oroszország az ugye egy elhanyagolhatatlan ebben az értelemben, és 2015-ben, amikor Oroszország a Krímet és a Donbasst megszállta, akkor Putyin előjött a Nagy Eurázsia ötletével, aminek a lényege az volt, hogy tele volt a hócipője a szankciókkal,
és akkor ez a Nagy Eurázsia egy olyan egységes gazdasági térség lett volna, amiben nincs helye a politikai követelménytámasztásnak és a szankciós politikának, hanem mindenki együttműködik, és egy egységes gazdasági térséget szabad piacot hoznak létre. Egyrészt ugye a volt Szovjetunió tagállamaiból, másrészt pedig Kína, illetve hát mindazok az ázsiai országok, amik ebben részt kívánnak, eurázsiai országok, akik ebben részt kívánnak venni, és ennek a kínai megfelelője pedig az Együtt Egy Övezet program, ami pedig ugye egy rendszer szintű kihívás hogy mondják ezt a washingtoni konszenzus ellen, és erről meg most tavaly írtam egy másik tanulmányt, kettőt írtam tavaly, a felkéréssel mind a kettőt, az egyiket a Pázmány Péter Egyetemnek, ott is van egy ilyen távol-keletmutató részleg, a másikat a Corvinusnak, akik újra akarják indítani a Eurázsia című folyóiratot, vagy micsodát. Mind a kettőt lektorálták, elfogadták, de egyik sem jelent meg még, úgyhogy majd megküldöm a társaság tagjainak egy lektorált kéziratot. De akkor ebben az egyik tanulmányban erről az Együtt Egy Övezet programnak a stratégiai értékeléséről írtam, és az alcíme valami olyasmi volt, hogy két út, két övezet. Tehát ez azzal fenyeget, ez már a Covid-járvány után a helyzet kiérdeződését követően, tehát a minden ellátási láncok megszakadása, meg a autarkia önellátásba fordulás az Egyesült Államok részéről is, meg Kína és Oroszország részéről is, hogy itt, ha így megy tovább, akkor két út lesz és két övezet, lesz egy afro-eurázsiai régió kínai dominanciával, és lesz egy észak-atlanti vagy euróatlanti régió, az Európa északi-nyugati csücskével, amerikai dominanciával, és ez a kettő egymástól függött és egymásra féltékenyen és gyanakúan fog fejlődni, mint egy lehetséges forgatókönyv. Egy zárójelben hozzáteszem még egy ilyen kitérőként, hogy milyen forrásokat használok. Én a mondtamból adódóan nem csak ezeket a fehér, úgynevezett fehér irodalmat, szakirodalmat és egyebet használom, hanem engem nagyon érdekel a szürke és a fekete irodalom is, a szent irodalmat is beleértve. Tehát ugye a szürke irodalom az, amit hát valakik írnak, vagy a saját nevükön, vagy lehet, hogy nem is az ő nevük, hanem egy írói felvett írói név, de lehet még sejteni, hogy ki áll mögötte, ki az igazi szerzője, vagy ki adott rá megbízást. A fekete irodalom, vagy fekete propaganda az pedig az, ami egészen más. Más, mint aminek mutatja magát, tehát az ellenséges propaganda, ami megtévesztő jellem. Na most ebből a megközelítésből intézek egy magyar értelmezést, egy szélsőséges magyar értelmezést arról, hogy mi ez a eurázsianizmus. Nyilván egy szélső jobboldali kiadványból. Orbán okosabb, mint a sok nyugati felfogalkotó, behódolt, bólogató vezető, mert a magyar miniszterelnök már előre látta, hogy 2015-től kezdődően fokozatosan véget ér az EU amerikai bábáskodás alatti hegemóniája, mert vastag betűvel megszületik a funkcionáló orosz-kínai új világbirodalom. És az USA ragasz hátatfordítása mellett az EU csak egyet tehet, pincsi kutyaként a farkát csúválva a lábukhoz dörgölőzik. Na most mik ennek a gondolkodásmódnak az ideológiai előzményei? Van egy, most jelent meg a Balázs Zoltán Bolnár Csaba irányzatok a magyar politikai gondolkodásban. Ebben
érdekes volt, hogy hiába kerestem bármiféle külpolitikai eszmét, vagy meghatározó gondolatot, hanem baloldaliság, jobboldaliság, meg konzervativizmus, liberalizmus, meg szélsőjobb, ilyesmit vannak benne, de egy címszó alatt azért voltak ilyen külpolitikai utalások is, a turanizmus címszóval, és a turanizmusról a Vona Gábor írt egy könyvet, most jelent meg mostanában, a átoperáltás, azt hiszem ez a címe, az átok az a magyar átokra utaló széthúzás, de hát ez egy áldás is lehet, ez a turanizmus, komoly szakértők, tehát ez nem a szélsőséges vonulat, ez a parlamenti párt tartozó, vagy akkor még vagy valamikor parlamenti pártvonulat, ahol most már ugye a Dunánából nem oda tartozik, és komoly tudományos szakértők, tehát ennek van egy tudományos vonulata is, aminek a fő proponense Magyarországon a Hóvári János, turkológus, és úgy kapcsolódik a magyar külpolitikához, hogy ő volt a külügynek a globális ügyekért felelős államtitkár helyettese, még 2012-ben, és akkor volt egy nagy konferencia, amit voltak a résztvevői, meg a fogadásról mellett felültem, amikor a kínai delegációt fogadta, tehát a kínai ügyekért is ő volt felelős, és az ő felfogásában, és ezekben a vonatkönyvben egy eszé formájában, illetve interjú formájában benne van, tehát hogy a turanizmusnak van egy tudományos megalapozott vonulata, ami nem egyszerűen azt jelenti, hogy hát a török nyelvrokonság, meg genetikai rokonság, meg ehhez hasonló, hanem a Finnországtól Japánig benne vannak mind azok az országok, és ez egy reálpolitikai megközelítés alapja, ami a keletivitásnak is a forrása. Mind azok az országok, amik a történelmi hagyományaikból következően rokon szenveznek Magyarországgal, és kedvezők a feltételek ahhoz, hogy feléljük a kapcsolatokat, kiépítsük, illetve fejlesztjük, és ide tartozik Japán, ide tartozik Korea, ide tartozik Kína is, annak ellenére, hogy az eredeti turanizmusban, de hát ahol ilyen bántik eszmékhez való vonzódásban az egyrészt Kína ellenes, mert hiszen az újgurok, a rokonaink azokat a kínaiak elnyomják, másrészt orosz ellenes, mert az oroszok is ugye hadilábon állnak a törökökkel, meg Krímfélsziget, meg mindent is elnyomtak, de minden esetre, és ez valóban tény, hogy ebben, és én magam is tapasztaltam Koreában, meg Kínában, hogy meg gondolom a Mongóliában, meg máshol is, meg a jelenlévők is, hogy vannak olyan rétegek, különösen a katonák körében, meg egyes politikai, meg a közgondolkodásban is, hogy hát igen, a magyarok azok vagy rokonaik, vagy nem, de azért hasonlóan gondolkodnak. A keleti nyitás mögött azért még ennél is praktikusabb dolgok voltak, de minden esetre itt a második részben arra szeretnék áttérni, hogy mik voltak a milyen kockázatokat rejtett ez a keleti nyitás, amik most már elég nyilvánvalóak, hogy amire építettük ezt az egészet, a reálpolitikai feltevés, hogy Magyarország híd szerepet tölthet be az atlanti régió és az eurázsiai régió között, és majd mi összehozzuk az oroszokat, ez még a Jelci idejében nagyon jó volt, meg a kínaiakkal is jóban leszünk, és majd itt akkor Magyarország így egy világnemzet lesz itt a két régió határán, és a mérleg nyelve adott esetben, tehát ez a híd szereplik, és ebben a keleti nyitásban ugye, aminek a kulcsországai Oroszország, Kína, Irán, Törökország, Azerbajdzsán meg még sorolhatnánk, Kazasztán. Ezek mind problémás országok, és most egy ilyen kiélezett háborús helyzetben, amikor hát elég intenzíven folyik a hidegháborús propaganda a kelet és a nyugat között, akkor ez kártyavárként
omolhat össze, és könnyen meg lehet, hogy két szék között a pad alá esik. És milyennek akarja magát Kína mutatni, ugye ez volt az alcímben. Hát a Kína magát nyitottnak akarja mondani, reformernek akarja mutatni, olyannak akarja mutatni, akivel érdemes kölcsönösen együttműködni. Kína egy fejlesztő állam, most az együtt egy övezet övezetbe, tehát ebből mindenki profitálni fog, és Kína egy civilizációs állam, tehát egy büszke még ma is a 5000 éves folyamatos, azóta is folyamatosan létező a civilizációjára, különösen a császártól kezdődően egy folyamatos államisággal rendelkezik, és ezekre a civilizációs elemekre a kínai vezetők utalnak, rendszeresen utalnak a ilyen ünnepik, különösen a kerekéfordulós ünnepi beszédeikben, és ma, hát akkor most kihagyjuk az eddigi elnököknek, pártfőtitkároknak a hozzájárulását a marxizmus-leninizmushoz, meg a Deng Xiaoping-féle gondolathoz, meg a Jiang Zemin a hármas képviselete, de amit senki nem ért még Kínába se, hogy micsoda, de a lényege az, hogy a kínai kommunista párt befogadja a soraiba és a társadalom vezető erőinek a sorába a vállalkozókat, a kapitalistákat. Tehát a magánvállalkozók is lehetnek kommunista pártfogók, és ők is most először a kínai történelemben elismerik a gazdasági fejlesztéshez induló szerepüket. Persze, ha már oligarchák lesznek, mert politizálni kezdenek, akkor egészen más a dolog. És Xi Jinping, ugye mindaddig az volt a kínaiaknak a fő elve, bennem avatkozás, hogy a politikával ne szóljunk bele, de kölcsönösen előnyös kapcsolatokat építsünk, és mi nekünk ez jó, nektek pedig az jó, elfogadjuk, hogy Magyarország NATO-t, meg mindent elfogadunk. Egyébként van benne ráció, mert a NATO ugye egy területi korlátozás tartalmaz, tehát és Kína elég távol van a NATO felelősségi területétől, tehát nincs még az a probléma sem, mint Oroszország esetében, hogyha mi semlegesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez nem a mi háborunk, akkor elárultuk a szövetséget, az Európai Uniót, sőt a NATO-t is, mert nem a NATO-t úgy alkották meg szándékkal az Amerikai Egyesült Államok, hogy ázsiai kérdésekben eszélyen. Tehát itt mindenféleképpen katonai értelemben, mi lehetünk semlegesek, meg politikai értelemben is. Még a Gyurcsány kormány alatt indította, helyesebben a Megyesi kormány alatt indította, a Gyurcsány kormány alatt fejeződött be a Tudományos Akadémia egy stratégiai kínakutatási projektet, és ott volt alkalmam a életem, a sors kegyelméből a magyar-kínai gazdasági kapcsolatokat vizsgáló munkacsoport vezetője, de írtam a kínai-amerikai kapcsolatokról is, és ott például a javaslatok között szerepelt egy olyan is, hogy mert már akkor is besoroltak minket a rossz társaságba, akik elhagyták a lelkukat a kínaiak pénzéért, tehát ez a legopportunista, merkantilista opportunizmus, hogy nem szívjuk a kínaiakat azért, hogy jobban legyünk velük, és hát hogy igenis nem vagyunk kötelesek a Kína elleni szankciókat megszavazni és csatlakozni hozzájuk, ahogy egyébként abban az időben Spanyolország, meg Kanada, meg voltak még olyan Olaszország, amik többször megtorpedozták Magyarországgal együtt, vagy akár külön-külön is az EU-nak a Kína elleni különböző állásfoglalásait, hogy ez nekünk is szuverén jó. Tehát Kína igyekszik egy pozitív képet kialakítani magáról, és most pedig Xi Jinping Hu Jintao a harmonikus társadalom Kínán belül, és a harmonikus világ Kínán kívül.
és most pedig a Xi Jinping, tehát akkor már Kína példamutatással a harmonikus világ azt jelentette, hogy megmutatjuk nektek, hogy hogyan kell a nemzetközi viszonyokban nem zéró összegű játszva meg tisztességesen, belemagatkozás, meg békés fejlődés, stb. És most pedig a Xi Jinping már egyenesen oda megy, vagy odaáig megy, hogy kínai szocializmus kínai sajátosságokkal angolul for the world and for the new era. Tehát a világ számára, meg az új korszak számára, hogy azt csinálják, amit mi, mert az az amerikai hegemonizmus, meg a NATO-nak a karcsönyvetése és elégek az nem megy. Hát lehet, hogy van benne valami, de hogyan látja ehhez képest Kínát a nyugat manapság? Hát láttuk az ukrán háború esetében, hogy mikkel váltották Kínát. Hát ez ugye, hogy tudtak róla előre, de nem szóltak, mert már olyan is volt, hogy engedélyt kért, a Putyin engedélyt kért a Xi Jinpingtől, sőt olyan is volt a sajtóban, hogy a Xi Jinping utasította Putyint, hogy indítsa meg a hadműveleteket, és azért mindennaposak ezek a fenyegetőzések, hogy ha megszegítek a szankciókat, bár pedig nyilvánvalóan az amerikai vagy a NATO vagy EU szankciók nem lehetnek kötelezőek Kínára nézve, de ha megszegítek a szankciókat, akkor ez lesz, meg az lesz, és egyébként a kínaiaknak eszük ágában sincs, és nekik is úgy kellett ez az egész, mint egy fúba hátukra. És például most a napokban hoztak egy olyan rendelkezést, hogy a külföldi légitársaságok, akik Kínába repülnek, kötelesek újra igazolni az eredetüket. Tehát ilyen eredet vizsgálat és törvényesség, mindenféle megfelelőségnek, a kínai törvényeknek a megfelelőségi vizsgálat, és előbb pedig az van, hogy az orosz légitársaságokkal jó vannak, tehát a nyugati beszüntették a együttműködést, nem számítanak alkatrészeket, egyebek, kannibalizmus van, meg ugye, kisajátítások, meg egyebek, és gyakorlatilag úgy repülnek oda, ahova repülhetnek, hogy nincs rendben a hátterük, mert eddig a különböző leasing szerződések és egyebek alapján működtették a nyugati Boeing és Airbus repülőgépeket, és ezek a leasing szerződésekre, tehát felmondták a nyugatiak. Tehát gyakorlatilag ezzel, ami nem orosz ellenes szankció, mondják a kínaiak, mert az egész világ összes légitársaságára vonatkozik, de valójában csatlakoztak a nyugati szankciókhoz ezzel a húzással. De hát nem díjaztuk. Na most nem beszélek itt a különböző vitákról, mert az említett két tanulmányban, amit majd megküldök itt, arról, hogy Kína mennyire fenyegeti a nemzet, a fennálló világrendet, mert ugye ez is a bárnak az egyik összetevője, és itt megint nagyon különböző megközelítések vannak. Van ez a Mang Debates nevű, egy Mang alapítvány, ami minden évben különböző világpolitikai, geostratégiai kérdésekről neves résztvevőkkel tart. Tehát 2019-ben még a Covid-járvány előtt, már akkor nagyon képpen a mai helyzet az előrevetítette magát. Volt egy ilyen vita, amiben az egyik résztvevő két amerikai és egy kínai és egy indiai volt a másik oldalon. Az egyik résztvevő az amerikaiak oldalán egy Pillsbury nevű amerikai kína szakértő volt, a Trumpnak a legnagyobb szakértője, de nem csak a Trumpé, hanem kormányzati ciklusokon átívelően demokratáknak is, meg republikánusoknak is volt a katonai szemszögből elsősorban kína szakértője, és hát ő mindennek leúrta a szokásos kifogásokkal Kínát, és a lényege az volt, hogy ugye Kína szabály követő vagy alkalmazkodó országról egy arrogáns, asszertus, arrogáns és agresszív országká vált, és fenyegeti a fennálló világrendet, és a saját képére akarja
nemzetközi intézményrendszert, és különösen a liberalizmust és a demokráciát határain belül és a határain kívül. Ez a gondolat egyébként már 2009-ben az Obama kormányzat hivatalba lépésekor, a meghallgatásokról felmerült. Nem jut eszembe, milyen nevű admirális, aki a nemzetközi vagy a nemzeti hírszerzési igazgatóságnak, ennek az úrcsúcsszernek a vezetője lett, és ő mondta, akkor a 2008-as világgazdasági válság után, ami egy mérföldkő volt tényleg, és innen indultak szerintem a bajok. Itt innen indult az a felismerés, hogy Kína valóban megegyőzheti az Egyesült Államokat sok tekintetben, és méltó partnere, méltó betétársa lehet, egy súlycsoport van vele, hogy az egyik legfőbb fenyegetés az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve az az, hogy Kína elszintázza a NATO és az EU tagokat, mert a kínai modell az hatásosabbnak bizonyul, vagy legalábbis hatásosabbnak látszik a 2008-as gazdasági válság tükrében. Ez a pekingi konszenzus, mint az amerikai modell, és például Görögországban, Magyarország és így. Most akkor még zárásként a magyar kereti nyitásnak az értékelésére. Hát nem a magyar értékelésére, mert az még mindig egy siker propaganda kandidátor, hanem a, hát részben a saját véleményem, részben pedig a nemzetközi fogadtatása az Atlanti régióban elsősorban. Ugye itt egyrészt van egy diplomáciai kérdés vagy probléma, ami a 2012-ben kezdődött a Szíjátó szívrelépésével és a keleti nyitás meghirdetésével, hogy egy újfajta diplomáciai stílus, ami egyáltalán nem diplomatikus. És ez támasztja alá az egész magyar külpolitikát, aminek a lényege az atlanti szövetségesekkel való nyílt konfrontáció, és a keleti hatalmakhoz, a említett szürkeiban említett ázsiai atomhatalmakhoz való törődés. És a partnereknek a legüljézése, meg lehazudozása, meg most a legutóbb ugye a elbizakodottság, vagy mi volt, hogy ne vissza el magát az Európai Unió, meg a NATO, mert lám a balkáni bővítés is kudarcba fulladt, már pedig mi magyarok megmondjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni, és miért kell Szerbiát elvenni. Itt azért most még röviden utalnék arra, hogy ebben a turalizmusban, ebben ugye birodalmi gondolkodás elemei erősen felfedezhetők a magyar külpolitikában, ennek az említett könyvnek, mármint a politikai gondolkodásról szóló fehér irodalomra tartozó könyv szerint is a magyar külpolitikának vannak bizonyos birodalmi elemei, ilyen a Balkánhoz való viszonyulás, tehát hogy itt ebben a térségben mindig nagyobb szerepet igyekszünk, és igyekszünk a befolyásunkat érvényesíteni. Másik a közép-európai régióban a V4 együttműködés, ami szintén, ami már korábban indult, de 2012-től ugye hát új lendületet vett, hogy aztán most arra éppen a keleti kapcsolatait erősítések mutatkozzanak vele. Ilyen az európai küldetéstudat, tehát hogy most az Európa jövőjéről folyó tárgyalásokon is, vagy ilyen eszmefuttatásokon is, az
ezek a különböző nézeteknek az egészségesek alacsának erőteljesen megnyilvánult az Urbán Kormánynak az a törekvése, hogy mi határozunk meg, hogy milyen lesz Európa jövője, és hát ilyen a keleti országokkal való kapcsolat. Most én lezárásképpen idéznék egy pár gondolatot egy cseh biztonságpolitikai agyfősznek a nemrég megjelent, májusban megjelent tanulmányából, aminek az a címe, angolul jelent meg ez a tanulmány, Orbán's Hungary, Russia and China proxy. Tehát Orbán Magyarországa, Oroszország és Kína csapósa. És azt mondja ez a cseh ügyegylet, aminek a neve egyébként a European Bank Center for Security Policy, Európai Értékek Központ a biztonságpolitika legyében vagy intézése kapcsán. És ez geopolitikai kontextusban, összefoglalóan megállapítja, hogy Magyarország stratégiai fenyegetést jelent a NATO-ra és az Európai Unióra. Egyes számú stratégiai fenyegetés. Három ilyen. Magyarország az oroszok csapósa. Ugródeszka Moszkva befolyásoló és hírszerző műveleteihez, lásd, nemzetközi beruházási bank és orosz hírek negyede, fenyegeti Európa energiabiztonságát, és összefog Oroszországgal Ukrajna ellenében. Kettes számú stratégiai fenyegetés. Magyarország Kína csapósa. Magyarország Kínának a közép-európai gazdasági hídfője, kereskedelmi és beruházások terén, mint például a Huawei, itt egy pillanatra ugye megállapunk zárójelben hozzátenném, hogy hát itt a Huawei-jel az volt a baj, hogy megelőzte az útképes technológiák fejlesztése kapcsán az Amerikai Egyesült Államokat, és amikor ráérettek arra, hogy versenyhátrányba kerültek a nemzetközi piacokon, akkor bedobták ezt a nemzetbiztonsági kártyát. De azért azt is tegyük hozzá, hogy 2016-ban, tehát ez ennek így nincs értelme, meg nem lenne értelme. Én emlékszem arra, amikor az első kitüntetésen voltam, akkor ugye 89 után 91-ben kezdtem meg az első kiküldetésemet, és megkérdeztem, hogy akkor most hogy legyen, meg mit legyen, mert még akkor szankciók voltak érvényben, Európai Uniós, meg Nyugati, és mi már akkor a Nyugathoz közeledtünk, és legalábbis a katonáknál tudtuk, hogy NATO tagok leszünk előbb-utóbb, meg Európai Uniós tagok, de leszünk, mások még nem nagyon tudták. És akkor azt mondták nekem, hogy figyeljen a nyugatiakat, és azt csináljon, amit a nyugatiak csinálnak. És amikor kimentem a nyár elején, akkor még a nyugatiak azt csinálták, hogy mint az osztrákokkal annak idején, egy kicsit később, hogy nem mentek el a kínai diplomáciai rendezvényekre. Tehát morci, ugye fegyverembargó meg ilyesmik még érvényben voltak, de nem mentek el és akkor a kínaiak június 4-én, nem június 4-én, mert az nagy provokáció lett volna, de júniusban, tehát valamikor júniusban, kicsit később meghirdettek egy jótékonysági futóversenyt a Tiananmen térre. Az attassé feleségeknek, a katonai attassé feleségeknek. És akkor megkérdeztem a nyugati kollégáimat, NATO kollégákat, hogy most akkor mit mondtok az asszonynak, hogy menjen el jótékonykodni ilyen árvaházaknak gyűjtöttek, vagy nem tudom én mi. És akkor mondták, hogy ők mennek. Ez volt a diplomáciai szankcióknak a vége, 91 júniusban. Mert már akkor a nyugatiak látták, hogy a kínaiakkal azért újra fel kell venni a gyümölcsöző kapcsolatokat, és egyébként, tehát azt akartam említeni, hogy a
katonai eszközök szállítására kiadó volt, de például az olaszok simán szállították az Augusta helikoptereket a kínaiaknak, csak éppen a fegyverállványok nem voltak rajta, meg a rakétaépítők, meg a rakéták, azokat a kínaiak vagy az oroszoktól szerezték be, vagy másoktól megoldották, de ugyanazt az Augusta több célú helikoptert kapták meg, amit egyébként az olaszok is használtak a haderőbe, és más országok is, Franciaország, stb. Is a saját emberbújukat azért kijátszották. És a Huawei-je is, ugye tehát a Huawei szerintem semmi sem kényszerítette a magyarokat arra, ugye eredetileg még a britek is nagyon húzóckodtak, mások is nagyon húzóckodtak, de végül beálltak a sorba. Itt egy dolog van, 2016-ban a Vadai Ágnes interpellált a parlamentben, és megkérdezte, hogy mi a helyzet a LTE 450 című Huawei rendszerrel. Ez egy olyan rendszer, egy alacsony frekvenciás, tehát nagy távolságú hírközlésre alkalmas rendszer, ami például Amerikában hasonló, nem ez, de hasonlóak a stratégiai tenger alattjárókkal való kommunikációra is használnak. Ez egy olyan rendszer, a mobil kommunikációs rendszer, aminek vannak ilyen fix állomásai, de sokkal kevesebb fix állomás kell hozzá, mint a sima mobil telefonhoz, 4G-s vagy 5G-s telefonhoz, és egyébként 4G-képes is, sőt, állítólag 5G-képes is. A holland, és akkor nagyon sok is ugye helyi, hát magánfel, vagy egyéni felhasználó lehet. A hollandoknál például a szélerőművek, ilyen LTE 450 kommunikációs rendszerben vannak bekötve, és az egész egységes rendszer nagyon jól lehet működtetni. És ez, hogy mondják, ezt elkülönült hírközléssel feljogosított szervezetek is használhatják. Tehát amikor a mobil telefonhálózat lerobban, akkor a katonasság, a rendőrség, a titkosszolgálatok, a katasztrófavédelem és más efélék, akkor is egy stabil, megbízható hírközlési rendszert tartanak fenn. És hát itt ezt meg lehet úgy oldani, hogy ezek a végkészüléket, amik ugye a szoftver tartalmazzák meg a titkosítási algoritmusokat, egyebeket, azokat nem csak a Huawei gyártja, hanem például magyarok is, meg egyebek is, de mi a Huawei-t vettük meg, tehát ezekből a... És a kiderült az interpellációra adott válaszból, hogy a rendőrség, a katonasság, a titkosszolgálatok és egyebek élvezik, szó szerint idézem, élvezik ennek a rendszernek az előnyeit, de ez nincs összefüggésben a gyártó bűnösságával. Na most, tehát egy darab, szerintem is a Huawei az nagyon jó, és nekem is volt Huawei telefonom, most már nem az van, de talán a katonosságnál, meg a titkosszolgálatoknál nem a Huawei rendszerét kéne használni, hogyha a szövetségeseink bizalmát is élvezni akarjuk, nem csak a Huawei-nek az előnyeit. És akkor ugye a Berlin-Budapest vasútvonal, ez megint egy beavatkozás a szívében, most a Hamburg-Budapest vasútvonal, szintén a konténerek jönnek középen, Európában az nem zavarja az Európai Uniót, de a Berlin-Budapest vasútvonal az igen. Hát itt is szerintem fel kellett volna mérni ennek a kockázatát, meg esetleg bevonni harmadik országokat, akár nyugati országokat partnerként, és akkor mindjárt nem lenne olyan gáz, és nem lenne olyan kétséges ez a dolog. És ugye a Fudan Egyetem, a kínai titkosszolgálat fészke, hát szóval ez tényleg nagyon, nagyon gyanús, hogy miért van egy ekkora mustukra itt Magyarországon szükség, amelyik több pénzt kapna, mint az összes többi magyar egyetem együttvéve. Azt mindenki tudja, hogy az egyetemeknek ugye
kettős vagy hármas funkciójuk van, azok tényleg elsősorban oktatnak is, de másodszorban hát egy ideológiát vagy egy világképet is közvetítenek, egy szemléletet, egy értelmiségi szemléletet meg ehhez hasonlókat, és hát igen, tehetségeket kutatnak, többek között a hírszerzés és az elhárítás is ott van minden egyetemen, egyébként az amerikai egyetemeken is, az amerikai külügyminiszter, a Blinken most május 22-én tartott egy beszédet, egy fontos beszédet a Georgetown Egyetemen, ami egyébként hírszerzési kurzusokat tart, és a CIA-nak az egyik fő toborzó területe, onnan toboroz a CIA, illetve aki a Georgetown Egyetemen végez nemzetközi kapcsolatokon, azután a CIA-t keresi meg, ha éppen a patriótamat hazafi, hogy ott szeretne dolgozni, és akkor ebben a beszédben, ami egy nagyon érdekes valami volt, de megvan az interneten a külügyfoglalat honlapján, úgyhogy most nem megyek bele, csak egy gondolatot emelt ki belőle, hogy az Egyesült Államok nem szabja meg a szövetségesei számára, hogy hogyan gondolkodjanak Kínáról. Nem kényszeríti választásra a szövetségeseket, de választási lehetőséget kínál mindenkinek. Tehát ez Magyarországtól függ. Lehet választani. Atlanti elkötelezettségben, eurázsiai elkötelezettségben. Tehát ez a cseh tanulmány, ez ugye, Oroszország, Kína, és a harmadik pedig, ja és még ezen belül Magyarország Brüsszelben a kínaiak politikai viselkedik, hogy lesz a kínai hírszerző és befolyásoló műveleteihez, és itt van a Fudán, és akkor a harmadik pedig a Balkán, stratégiai fenyegetés a Balkán, ezt most nem részletezem, mint a hosszígyai szervezőkészítésre. Ajánlások. Nem az én ajánlásom, hanem ennek a cseh intézetnek az ajánlása. Acknowledgement of the problem. El kell ismerni, probléma van, tisztába kell lenni vele, és ki kell mondani, hogy a magyarokkal baj van, és valamit tenni kell ez ügyben. Következménye kell, hogy legyen a dolgoknak, ez a második következménye kikényszerítése, de ezt nem az Európai Unió vagy a NATO fogja kikényszeríteni, hanem a magyaroknak kell tisztázni, hogy itt miről van szó, és a magyar civil társadalmat kell támogatni ahhoz, hogy a sarkán váljon és végre rendezze azt, amit fel. Jó, köszönöm.